Elérkeztünk egy újabb helyszínhez, Budapesttől pár kilométerre vagyunk, és egy terasz építése lesz a feladat. A mögöttem látható üres területre kell felépítenünk az oromfalhoz kapcsolva egy 5,7 méter szélességű és 2,7 méter mélységű teraszt, ami polikarbonát fedést fogad majd. Polikarbonát fedés 10 mm vastagságú lesz, a színe pedig opál színű. A vázanyaga 12x12 cm-es fenyőfűrészárú, míg maga a szaruzat pedig 7,5 cm széles, 15 cm magas gerendákból készül. Ezeket nem gyalult formában vásároltuk meg, így muszáj lesz legyalulnunk. Ennek a hangját hallhatjuk éppen a háttérben, most már a délután közepénél járunk. Megpróbáljuk legyalulni még az anyagot a mai napon. Közelebb fogom vinni a kamerát, hogy megnézzük, hogy milyen anyaggal dolgozunk. Holnap megpróbálunk mindent lelazúrozni, méretre szabni, és hogyha az időjárás engedi és kegyes hozzánk a sors, akkor rengeteg napsütést ez gyorsan fog száradni az anyag, és talán még a szerkezet állításának is neki tudunk állni. Az épület pedig szemből így néz ki, három darab lábat fogad, egyet a sarokra, egyet középre, egy másikat a jobb oldali sarokra, és ennek megfelelően a betonfelület külső élére is három láb érkezik majd. Három darab láb, kettő darab szelemen, és a számításaink szerint 9 darab szarufát fogunk érkeztetni. A 9 szarufa azért fontos, mert polikarbonát esetében nem lehet nagyobb táv, mint 70 cm a szarufák közötti távolság, ezt kell szem előtt tartani, ennek függvényében kell majd az egésznek felépülnie. Beszéltünk arról, hogy mi gyaluljuk a fát, ennél a munkánál muszáj lesz még egyszer csiszológéppel átmenni ezen a felületen, egy picit szőrösnek tűnik maga a felület, nem tudom mennyire látható, kézzel érezhető, illetve az éleket letörtük a megrendelő kívánságának megfelelően. Elvilegben ilyen gerendákból készülnek majd a lábak, és ugyanilyen gerendából készül majd a szelemen. 6 méteres anyagból készítjük, míg a lábakat egy 5 méteres darabból vágjuk ki a megfelelő méretre. Háttérben látható az átgyalónak a széle, azzal gyaluljuk le a gerendákat, nem nagy mennyiségről van szó, szóval ez még kezelhető ilyen gyalúval is, de úgy érdemes a fatelepről mindig gyalult anyagot vásárolni, mivel gyorsan kellett eleget tenni ennek a feladatnak, így ránk maradt a gyalulás, a gerenda éleinek a letöréséhez pedig ezt a kézi marógépet használjuk. Elérkeztünk az első valós munkanaphoz, a háttérben a fiúk csiszolják a gerendákat, a tegnapi napon le tudtuk gyalulni a gerendákat, illetve le tudtuk törni az éleket, lefózoltuk az éleit a megrendelő kérésének megfelelően. A reggel első műveleteként kimérjük a lábaknak a pontos helyét, felállítjuk a lézert, megnézzük, hogy milyen magas lábakat kell vágnunk, illetve elkészítjük a furatokat az oszloptartó kelyhek fogadására, azt követően azokat beragasztjuk, aztán levágjuk a lábakat a kívánt méretre, aztán elkezdünk lazúrozni, és ha a lazúr elég gyorsan szárad, akkor talán még a szerkezet építésbe is bele tudunk kezdeni a mai napon. Lássunk is hozzá, de előtte még fussunk egy kört a területen. Kibértük a lábaknak a pontos helyét, az első oldalon 31,5 cm-t mértünk el a külső éltől, erről már volt szó korábban, illetve az oldalsó széletől is 31,5 cm-re tettük a jelünket, a hátsó falnál 6 cm távolodtunk el a szigetelésnek a függőleges síkjától, így elvilegben a fal mellett fog a hátsó függőleges gerenda futni mind a három ponton. Gyorsan elkészítjük a furatokat, aztán beragasztjuk a lábakat.
Közben gyorsan ide hátrajöttem, megnézzük, hogy hogyan állunk a lazúrozással. Az 5 darab gerenda az már megkapta a lazúrt. Elviekben ebből az 5 darabból készül a 3 darab láb előre, a 3 darab láb hátra, illetve a 2 darab szelemen. A szelemennek a felső éle az nem lett letörve, csak az alsó látszó rész. Erre a részre fog érkezni a szarufáknak a kármizott oldala. Így néz ki az egész felület. Közelebbről pedig ezt a mintázatot láthatjuk. Megmértük a hátsó lábaknak a pozícióját a lézer segítségével, 23,4 cm volt a relatív nullához képest a távolság. Ez volt az első mérési pont, és ahogy mentünk tovább a második, illetve a harmadik lábhoz, a fal mellett mind a kettő helyen 23 cm-t kaptunk. Az azt jelenti, hogy 4 mm-rel kevesebbet kell vágnunk, szóval 4 mm-rel rövidebb lábat kell vágnunk erre a középső pozícióra, illetve a szélső lábnál is 4 mm-rel rövidebbet kell vágnunk az első lábhoz képest. Az első lábnál 24 cm-t eredményezett a mérés, illetve középen és az épület szélén is 24 cm volt a mért érték. Nem volt eltérés, azonos hosszúságú lábakat tudunk vágni ide az első szelemen alá. Hibába ütköztünk, mert maga a háznak a szigetelése az nem függőbe lett feltévezett, gyakori megjelenő probléma általában az épület külső síkján. A másik kettő lábnál van lehetőségünk a függőt tartani a fal sík mellett, itt viszont nem tudtuk volna pont középre behúzni a lábat, így muszáj lesz ezt a lábat módosítani azért, hogy esztétikailag elfogadható képet adjon. Gyakorlatilag nincs más lehetőség, ki kell vágnunk ezt a lábat, és egy újabb lábat kell besülyeztenünk 2 cm-rel hátrébb, ebbe a pozícióba újra kell fúrnunk, ez a láb elveszik, hozunk egy újat helyette, azért, hogy a gerenda közepére érkezhessen maga a fémelem, és ugyanazt a megjelenést tudja biztosítani itt a hátsó lábon is, mint az első kettőnél. Ahogy láthattuk, az előbb kivágtuk azt az egy oszloptartó kelyhet, amit a falsik miatt módosítanunk kellett, időközben beragasztottuk a másikat, illetve sikerült felállítanunk az 5 darab lábat, mindegyik láb fogadta 3-3 darab csavart oldalanként, szóval mindegyik elemet összesen 6 darab rögzít az adott pozícióban. A lábak láthatók a hátam mögött, közben pedig, ahogy hallható, elkezdtük levágni a szarufákat, és a szarufákból 9 darabot kell készítenünk, a hosszuk 250 cm, és mind a kettő végét le kell vágnunk 15 fokra a hajlásszögnek megfelelően. Átmegyünk a ház másik oldalára, belepillantunk ebbe is, aztán elkezdjük lefesteni, lazúrozni a szarufákat is, és ha minden igaz, talán még a mai napon lesz lehetőség feltenni a szelement. Ez nyilván a vegyidőben kötés idejétől függ, meglátjuk, hogy mennyire sikerült megszilárdulni az anyagnak, mennyire terhelhető a láb. Ahogy az előbb mondtam, reményeim szerint ez hamarosan már terhelhető lesz, a gyanta már szilárd, szóval megpróbálkozunk majd az oszlop állításával, a szarufák mérésével, illetve a kármipontok kivágásával. Feltettük a hiányzó hátsó lábat, elvében mind a 6 láb készen áll a szelemennek a fogadására. Hozzuk a létrát, feltesszük a szelemeneket, azt követően kimérjük a függőket. Az első szarufán berajzoljuk az ültetési pontoknak a helyét, majd annak a segítségével sablonként használva legyártjuk az összes többi darabot is.
legelső szarófát feltesszük annak a helyére, mind a kettő elem az függőleges, szóval mindegyik már a végleges pontjában van, és egy kis vízmérték segítséggel meg tudjuk rajzolni a kárméknek a pontját, hogyha azt megrajzoltuk, kiváltjuk, akkor ez lesz a minta, aminek a segítségével le tudjuk vágni a további szarófákat. A minta levágását követően érdemes egy próbaállítást végezni, hogy megnézzük, hogy minden passzol a teljes felületen, minden pont úgy csatlakozik-e, hogy azt terveztük, hogyha igen, akkor azt követően kezdhetjük a tömeggyártást, azt követően kezdhetjük a maradék 8 darabnak a levágását. Minden pontos, jöhet a többi. Elérkeztünk a második teljes munkanapnak a reggeléhez, gyorsan felállítjuk a szarufákat ide az épület elé, hogy elérhető közelségben legyenek, aztán behúzzuk a vázat függő állapotba, azt követően elkezdjük felcsavarozni a szarufákat. A mai napon a polikarbonáttal nem lesz lehetőségünk foglalkozni, ugyanis a következő napon érkezik, a hétfői napon, így muszáj lesz azt megvárnunk, anélkül nem tudunk haladni, de addig is szeretnénk a mai napon a vázat 100%-osan előkészíteni, hogy hétfőn már csak a táblákat kelljen felcsavarozni annak a tetejére. Összefoglalva, az eddigieket feltettük a szerkezetre a szarufákat a mai reggel, azt megelőzően felkerült az összes karpánt, és készen áll az egész váz a polikarbonát fogadására. A mai napon erre már nem lesz lehetőség, ahogy a korábbiakban elmondtam, ezt hétfőn kapjuk meg, szóval vissza kell jönnünk erre a helyszínre. Záróműveletként a vázat hozzákötjük majd a falhoz, vegyidőben menetes szár, erről már volt videó korábban, aztán feltesszük a polikarbonátot, és arra pedig érkeztetjük a falszegélyt, de ahogy mondtam, ez már csak hétfőn érkezünk. Hamarosan, addig is köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet, szevasztok! Megérkezett a három tábla polikarbonát, egyelőre még nem lehet látni az opál szint, amiről beszéltünk korábban, ugyanis védőfólia van mindkettő oldalán, sőt még a táblának a végén is, óvva a cellákat, illetve a kamrákat attól, hogy esetlegesen kosszal meg tudjon azt telni. Az egyik oldalát le kellett vágnunk körfűrésszel, körfűrészt használtunk, csaptunk egy vonalat, egy egyenes vonalat magán a fólián, azt követően végigtoldul a körfűrész ezen a vonalon. Ez a vágott rész megy a fal felé, itt lesz egy falszegély, illetve ami még fontos lehet, és a múltkori videóban is elhangzott, hogy a fóliát egészen addig hagyjuk fent a táblán, amíg az végleges helyét el nem foglalja, vagy amíg el nem kezdjük mozgatni maga a váz irányába. Itt van a páraáteresztő szalag, korábban erről is volt, illetve a párazáró szalag. A párazáró szalag megy fel a magasabb pontra, a páraáteresztő pedig a lejtett pont felé mutat, hogy az esetlegesen megjelenő csapadék vagy pára, bármilyen formája, az tudjon távozni kifelé. A kamra vágás
kiárásánál megjelenő műanyagforgács óhatatlan be fog kerülni ezekbe a kis cellákba, kamrákba, ezeket érdemes kifújatnunk, vagy egy porszívóval, vagy pedig egy kompresszor segítségével, ha igazán jól akarunk eljárni, akkor érdemes az egyik oldalról fújni valami nagyobb nyomású kompresszorral, 6-8 bárral, a másik oldalon pedig porszívóval elszívni a megjelenő műanyagforgácsot. Ez egy járható út, amúgy a kompresszor maga egyedül is egy egész jó megoldást nyújthat, de valószínűleg, hogy ezzel a két oldali munkával érhetjük el a legjobb hatásfokot, ahogy látjuk, a kamrák azok üresek, tiszták, nem marad benne semmi, illetve a szélén is látszik, hogy teljesen ki van fújva, ki van takarítva minden egyes csatorna. Próbáljuk meg a szalagot mindig úgy föltenni, hogy lehetőség szerint azonos mennyiségű takarás érkezzen az alsó és a felső oldalra. Itt ez kiválóan látható, hogy ez maga a pára áteresztő része pont a kamrákat fogja. A táblának azon oldalára, amely pedig magasabbra érkezik, a pára záró szalagot ragasztjuk fel éppen. És itt is éppen úgy, ahogy az előbb, azonos mértékben takar az alsó és a felső oldalra is. Az ütés közben mindig figyeljünk arra, hogy az éleket ne tudja felgyűrni maga ez az alumínium profil. Ahogy ütjük, győződjünk meg afelől, hogy a tábla műanyag élének a széle az mindenképpen a profilon belül kerüljön, a felső és az alsó oldalon is. Ez pedig a felső ére érkező profil, ez csak egy U alakú aluprofil, ezen nincsen vízor, ez érkezik a falsíkhoz. Polikarbonát táblák felhelyezése előtt mindenképpen tegyük fel a fektetőszalagokat. Ezek gumiból vannak, mi 2-3 helyen le is tűzzük ezeket tűzőkapcsok segítségével. Mindenek ellenére, hogy a hátulja az ragasztó szalaga van ellátva, pár ponton érdemes letűzni azért, hogy a polikarbonát tábla mozgatása közben ne tudjuk azt lehúzni a szarufa tetejéről. Minden gumiszalag elfoglalta a helyét, felkerült a szarufának a tetejére, hogy az előbb megbeszéltük, 2-3 helyen letűztük mindegyiket egy-egy tűzőkapocsal. Igazából minimális mennyiségű lyuk kerül ugyan a gumiszalagra, de maga az illesztés miatt fontos, hogy a szalag a helyén maradhasson, ne tudjon elcsúszni se jobbra, se balra. Itt kell egyben a toldásnak megtörténnie, a bordák akadályozzák meg, hogy az esetlegesen bejutott víz az le tudjon folyni a szarufák között, szépen ki tud vezetődni ebben a kis csatornában a szarufa aljánál. Feltettük a három polikarbonát táblát, a kettő szélére egész tábla került, középre pedig egy 153 cm-es darabot illesztettünk be. Most még a toldáshoz szükséges alumínium profilokat levágjuk, belefűzzük a tömítőszalagokat és azokat is feladjuk, hogy le tudjuk csavarozni az illesztéseknél. Egyébként bentről így néz ki a fedés. Érdekesség talán, hogy egy F profilt tettünk az utolsó szarufák mellé a jobb és a bal oldalra, és itt a profil felfelé mutat, amolyan oromszegélyként funkcionál, nagy mennyiségű csapadék esetén sem tud a víz lejutni.
így néznek ki a toldás fölé kerülő gumiprofilok, illetve maga az alumínium sín, ezekbe lett belehúzva, belenyomkodva, és ezek gátolják meg az oldalról érkező csapadéknak a bejutását a kettő tábla közé. Elérkeztünk a napnak a végéhez, időközben körbeértünk a házon, viszont sötétedett sajnos már csak ennyit látni az épületből, remélem, hogy azért egy átfogó képpel tudok búcsúzni, picit a jobb oldalról. Felkerültek az anyák is. Ezt a képet pedig fentről mutatja. Egy eső még kell hozzá, a port lemossa, és lehet élvezni a teraszt. Elérkeztünk ennek a munkának is a végéhez, felkerültek a táblák, elkészült a szerkezet, felkerült a bádog, még gyorsan futunk egy kört a ház körül, aztán innen folytatjuk a következő alkalommal, aki még esetleg nem tette volna meg, az a csatornára fel tud iratkozni, a piros gombra kattintva a jobb alsó sarokban, érkezünk a jövő héten, köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet, szevasztok!